Valamilyen nem működik a macraó. Miért nem működik a macraó? Macraót akarok. Ebben a játékban nagyon nehéz ez a makrós történet. Hogy miért, azt ne kérdezzétek. Biztos van valami földön túli oka. Ha most se sikerül, akkor leszorom. A makró az mindössze annyit csinál, hogy az E betűre megnyomja a megér gombot. És hát ennek így működnie kellene. Talán azon, hogy rendszergazdaként kell futtatni a játékot. Mindjárt kiderül. Na de a technikai részleteket leszámítva, szóval szeretnénk csinálni egy nagyon kemény karaktert, ezért a rugót a defenzággal szeretném összeházasítani. És nem megy. Ja, mindegy. Egyelőre leszarjuk, ha már nagyon fáj az ujjam, akkor majd még szerencsétlenkedek vele. Szóval első körbe igazándiból kéne lépni egy pár szintet. Felaggatni rá a cuccokat, amik már úgy nagyjából amúgy is kiestek. És megnézni, hogy milyen. Addig meg itt hát szurkáljuk a nyomorultakat, mert sajnos a trap az nem is tudom, hogy hanyadik szinten, de jó sokára. Kezd el egyáltalán használható lenni, sajnos. Addig egy párszor lefarmoljuk itt a nagy érdemüt. És nagyon kíváncsi leszek, mert 10-20 éven belül eljutunk odáig, hogy meg lesz az a phalanx fal. A defenzágról, és akkor kiderül, hogy az mennyire használható. És mondjuk mennyi damage-et kap a minionos dolgokból. Na hát itt igazániból van fent egy mini boss. Megpróbáljuk megcsapni. Kis hangot megkenni kéne a gémre. Thank you.
Megint friss vagyok, és üde így estére. A másik nagy ötlet, amit ki fogok próbálni, az meg majd egy midi build lesz egyszer. Itt először az addokat le kéne rendezni. Pici, 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 pici. Szar vagy. Úgy öltük meg, mint a is lett volna. Összeszedtem az összes koszott HP regenes low level itemet. Azt ráaggattam. Úgyhogy a géstrapa bírom. Hát azt is ki kéne próbálni egy ilyen mili karakter koncepciót, hogy HP regen. Szerbusz, Dragon! Találtunk egy sütyeránk barlangot, figyeld már! Hát konkrétan itt ugye két masterit a párosítása alapján elnevez. Konkrétan a rugó és a defense keveréke az lesz a korzair konkrétan. Hát egyelőre még ugye rugók vagyunk, mert még level 6-on nem lehet másodlagosat választani. De arra gondoltam, hogy a rugó az önmagába tetszett ezzel a csapdás mókolással. És mi lenne, ha megpróbálnánk mindezt úgy megcsinálni, hogy közben oda tudunk menni a mobokhoz, mi is tudunk esetleg ütögetni, és nem az életünkért menekülünk. Mint mondjuk akár a petes bilden, ami van.
hogy ki tudom én ezt hozni annyira midire a defense ággal, hogy kibírja. Úgyhogy lesz pajzsunk, kardunk, minél nagyobb armorunk, jó sok strange-ünk, meg dolgunk. És ha meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni. Na hát ezt hívja, ő Korza írna. Most egyelőre egy csomó szintet kéne lépni, hogy egyáltalán elkezdjem tudni használni a trappeket. Addig pakoljuk a Strange-et lelkesen, és hát ugye igazándiból ezt a hármat kéne végigrakni, ami hát borzalmasan sok. Viszont legalább jó sok strange-ünk lesz, dexterity-ünk, meg HP-nk. Mire mindez megtörténik. Addig meg bízunk benne, hogy pure stat plusz egy jó fegyver átkerriz minket a történeten. Egy pontot raktam méregre. Igazából nem azért, mert azt kölleni fog, hanem egy pici kis... damás boost. Amíg szintezünk. Egyébként pont az élő holtak ellen a méreg az nem működik, ugye? Mert... hát miért működne? Nem is tudom, van ilyen poison build. Az mit csinál az élő holtokkal? Egész jó bírjuk.
És egész lova damage-ünk. Kell majd szerezni egy sokkal jobb fegyvert. Hál' Istennek az ilyen szarokat félrerakosgattam. Amik így hébe-hóba estek, úgyhogy menet közben lesz mibe öltöztetni. Addig meg megölünk néhány milliárd szatírt. Ha odáig eljutunk, hogy már tudom dobálni a trappeket, onnan már sokkal gyorsabban fogunk haladni. Illetve hát most hogy tudnák dobni, csak az még nem túl sokat ér. Bossra egy kis extra damage-jel lerakni, úgy jó. Ez de jól esik. Végig állom a poison felhőt. No, hát
Azért rakok minden pontot STR-re, mert ha minden igaz, akkor a legdurvább armorokat is fel akarom venni. És ki tudnánk rakni a defenzágat. De még nem. Ez is nagyon kell hozzá, mert ez csökkenti a cooldownját, ergo majd itt tudjuk dobálni, mint a frutit, ha minden jól megy. És nem kell fél órát várni. Két csapda lerakása között. Ahol megjöttünk valami faluba. Hello, falu. I used to sell plows and scythes to farmers, but since the monsters, it's been so very well. Persze, persze, szerintem is. Na, gyorsan megnézzük a ládikát. Van-e benne valami izgi? Mert 12-re, hát 12-re, 17-re elég durva fejes van, plusz érugó masteri. Elég jó cuccokat, 220 range, meg ilyenek, meg csak 134 van. 162 dexterity, meg ilyenek. Úgyhogy... Hát félre raktam, amit így hirtelen találtam. Falu. Nem mondom. Így végül is nem kell nyomba tartani az egér gombot, de... De egyébként így nagyon jó. Sose innédek el, de az azért van ez az egész nyüglődés. Mert hosszú távon lenyomva tartani az egérgombot, nekem már fáj tőle. Ez az ujjam. Sose öregedjetek meg. De érdekes, hogy a bal kezem még nincs nagyon használva. Tovább bírom lenyomba tartani. Ezért nagyon jó lenne egy force move. Ami meg nincs. Illetve hát elméletileg van, csak gyakorlatilag nem. Ez az egyik oka valószínűleg, amiért mindig petes buildet, meg olyan buildet próbálok választani, ahol nem kell gombot nyomni. Szerbusz kukat! Jól emlékszem, hogy te ismered a meremek játékot? Vagy az egy másik kukat szóval? Jó van. Arra gondoltam, hogy így az összes többi hülyeség után egy kicsit chillezünk így este, és olyan buildet csinálok, hogy megőrülsz.
Egyébként én is mostanában játszottam végig idén, életemben először. Hát olyan értelemben végig, hogy normálon, a teljes játékot kiegészítőkkel együtt. Nyilván még van 3 fokozat, azt még nem. És pontosan ezért csináltam, mert még sose. Hát kérlek szépen, Korzair lesz, ha minden jól megy, ez pedig meg szeretném csinálni azt a rugót, de úgy, hogy nem hal meg. Ergo, rugó defense, ez a ötlet. És nagyon jó lesz. De hát kaszterem már van. Ráadásul a következő ötletem is mini build lenne. Mert majd egyszer, ha nagy leszek. Hát gyakorlok hocsra, tudod, midivel. Ezért vagyok olyan jó csóval, vagy gála, mit tudom én, a kettő közül az egyikkel. Csak az a baj, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon soká tart sajnos elkezdeni a csapdázást. Mert bár le tudok már most is dobni, de ez így kb. Semmit nem ér. Kék lút. Tessék, megszabadítottuk a patakot a koronavírustól. Működik. Kimegyünk, elmeséljük a nimfának. Uha, ez mindjárt kifagy. Az milyen jó lesz. Hát, túl bezúmoltam. Na így. You have cleansed the poison from the Micsoda grafika? Hát kb. Egyébként valamilyen, mint a hocs. Most viccelj ki. Szerintem ennek van. Na, 75 plusz XP, meg 1500, mármint 75 HP plusz rakat XP. Mentél még a szuper csapattal, vagy annyi volt a mutatvány? Mert nekem is tusolni kéne, én hülye megvacsoráztam. Hónap már hétfő van, és mész vissza a robotkukacba, mi? Akta kukac, így van.
De azt nagyon jól kitaláltam, igazán. Én is tudok sziporkázni. De sajnos szét tudják. Ez a másik, amiért tank karaktert szeretnék csinálni. Mert hát nyilván akkor tudják szétverni, ha megtámadják a csapdát. Nem biztos, hogy elhiszitek, de egy szöcske ugrott, repült, nem tudom, vonaglott a csillára. Tehát ez a szöcske átjutott a szúnyoghálón valahol. Hát ez most nagyon hiányzik, hogy a macska az így leszakítaná a csillát a szöcskével együtt, az most nagyon jó lenne. Vagy így látnátok egy himbálózó macska a felett, amint leúg a csilláról, ugye? De nem is ez a baj, tehát én attól a szúnyoghálótól azt várom el, hogy mondjuk ne tudjanak berepülni a büdös bogarak. Meg mondjuk a szúnyogok. Na most, hogyha egy szöcske, ami egész nagynak nézett ki, átjutott a védelmi vonalon, ugye? Ja, hogy a szúnyogháló, ez meg szöcske? Aha. Hát nem tudom. Szerintem azért csak működnie kellene, nem? Hát hogy a kurva anyjába jutott be egy szöcske? Jó, egyébként a szöcskétől pont nem is félek. Bár mondjuk gyanús, mert eltűnt a csilláról. Nem, hát igazából az van, hogy valamivel föl kell húzni odáig a karaktert, hogy működjenek a csapdák. Ergo ráraktam egy pontot, amit majd leveszünk róla a mérgezett törre, és böködöm őket egy ilyen buzagánnyal. Igazából ez nem is mérgezett tör, hanem mérgezett buzagány, ami önmagában elég durva, mert és gondolj bele, egy ilyen vödörbe bemártad a buzogányt, hogy mérgezett legyen, majd fejbe kúrod vele. Szóval valami egyszerű kis talentpontból próbáltam valami kis damage-hez hozzájutni. Ennek ugye az a szépség hibája, hogy például az élő holottakra nem hat a méreg. Tehát pont jó, hogy van. Hát számolt ki. Ez kéne. Az improved firing mechanizm. Ez 16 pont, osztva 3-mal az mondjuk. Hát mondjuk 6. 6 szint, akkor lesz rajta 1 pont. Hát mondjuk egy ilyen 10-11 néhány. Pluszba.
Hát ilyen csapda van, ami így pörög körbe, tehát igazából ez lesz. Csak ugye itt az alapcsapda azért szar, mert egyet lő. És az lófasz. És ez tudja azt, hogy egyszerre pluszba hármat lő, tehát négyet. És minél több pontot raksz rá, annál többen. Tehát a végén már ilyen hetet, mint a csillagszavaró így forog, és így... És akkor az már úgy jó. Mert látod, így egyesével lövöldössz, hogyha látod. És így borzalmasan sok ideig tart, mire egyesével agyon lődözi a sok nyomorultat. Meg, ugye látod, hogy elég nagy rajta a CD, mire le tudod rakni a következőt, mert ugye egyszerre több csapda is lent lehet, maximum 3. De annak meg itt lehet csökkenteni a CD-jét. Minden egyes pont egy másodperccel csökkenti. Tehát igazán ezt a 3-at ezt csontra ki kéne rakni. És akkor már faszom. Tehát gondolj bele, hogy ez mindegyik hetet lőne, és lent lenne belőle mondjuk 3, és akkor így aztán az már úgy elég jó lenne. És közben a defenzágról meg van egy ilyen phalanx, amik így kijönnek a földből ilyen spártai harcosok lándzsával, meg ilyen döfködő bottal. A döfködő botot azt hiszem lándzsának hívják. Azok meg ott szurkálnánk a népet. De hát az meg a defenzágon van borzasztó magasan. Szóval ez egy jó hosszú távú projekt. Hát lehet, hogy 8 extra lövés a vége, én 7-ig jutottam. Mert egy hasonlót már csináltam, csak ott nem defenzel párosítottam, hanem a jó búbánat se tudja már, hogy mivel. És hát az se volt olyan borzalmasan magas szintű. De ott már nagyon szépen daráltak a csapdák. Tehát ott általában már egy ilyen mob egy lövés, vagy hát maximum mondjuk 2. Mert az már nagyjából azt tudta, hogy futás közben ledobsz egyet, megöl mindent, és közben futsz, 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 az már elég jó van. Hát talán, ha minden jól megy, akkor ma összejön.
Glowing Rod. Stát kéne rakni a nullás gombról, bazd meg, mert kinyúl a nullás gombhoz. Jó, hát nem sűrűn van olyan buildem, ami kifogy manából, meg ez sem fog kifogyni manából amúgy. De azért tök menő, ezért szeretem a kukacot. Képes volt megnézni a Wikipédián. Yeah, beírtunk egy faluba. Welcome, welcome. A fine warrior like yourself, I'm sure I got just what you need. Csoda brother, bazony. Csoda brother, kuka. Farewell. Most ha fölvesszük a hülye questjeiket, mert az sok XP, ez jó. De azt tudnánk, de nem fogjuk. Safe to levels! Monsters are happy. Everyone's talking about it. Már megint kezdő, hogy nem túl izgis. Jó van. Pedig egyébként izgis, mert úgy akarom csinálni, hogy nem hal meg. És eddig még minden karakterem volt olyan, hogy összecsuklott. Na és meddig kell még vezetni, vagy hogy van ez?
Jó, én már nem emlékszem, hogy mennyit kellett oda járni, de úgy rémlik, hogy nem túl sokat, hogy így, mit tudom én. De nem akarok hazudni, mert egyébként fogalmam sincs, de csak annyi rémlik, hogy ez nem volt olyan nagyon hosszú idő. Ami ezt viszonylag hamar le lehetett zavarni. Meló mellett hónapokig tart. Hát, nehéz. Fél évig? Hát ez valami nem stimmel. Biztos úristen, hogy ott valami nem stimmel. Két hónap. Hát jó, mindegy. Hajrá! Egyébként én biztos nem oktatnák vezetni ilyen embereket, hát most kimész a marhával a forgalomba, azt megel, akkor mi van bazdmeg? Azért az elég para lehet. Amikor én jártam, akkor volt egy csaj, akinek a kifakadására azóta is emlékszem, az azt mondta, így az oktatónak, hogy nem gondolja, hogy még váltani is én fogok. Mondom, biztos jó lehet ilyeneket oktatni. Kifejezetten zsír lehet. Most gondolj bele, hogy milyen emberekkel hoccozunk együtt. Ezek közül lehet, hogy némelyiknek van jogosítvány. Csak így mondom. Tehát, hogy így... Hát ne jó, de azért, hogyha mondjuk vezetni mész megtanulni, akkor talán nem kéne azon kiborulni, hogy még váltani is kell, nem? Vagy... Hát akkor azért így ilyen dolgokra azért lehetett számítani, nem? Hát, hogy így... Jó, hát ti tudjátok. Jaj, mit csináljak, ebbe kurvára bele kéne kenni hármat. És már 4 másodperccel csökkent annak a fosnak a CD-je, ami már elég jó.
És akkor utána már nyomatod végre a donation-t, vagy utána lesznek még egyéb programok? Csak hogy tudja. Hát de bazd meg, hát így nem lehet, hogy sose határozod el magad, hogy nyilván életed végéig el tudod baszni hülyeségre a pénzt, azt értem. Mert azért valahol meg kéne húzni a határt most már azért. Ezek meg akarnak ölni. Megród, bazd meg, há! Nem mondom, a negró az jó, de hát az én a... Látod, mennyivel jobb lett volna, ha macskának születek, basszus, akkor most lenne saját robot WC-n, meg minden. Kapnák enni minden nap. Gond egy szál se. És hogyha macska lennék és streamelnék, akkor még többen is néznének, ez biztos. Igen, azt gondolom elég jó lehet. Ugye négy napos hétvége után felkelni hétfő reggel, az... Az kifejezetten állat. Szervusz, Ripper Cola! Hát gondoltam, ez mennyivel jobb, ugye? Hétfő szerdán még be sem ment, értem. Hú, ebből baj lesz, most jön a boss. Nézd meg, Ripper Cola, itt mennyivel jobb bossok vannak, mint abban a fosban. Nem teleportál el. Oda jön, megpróbál nagyon verni Miribe. Teljesen jó. Élvezhető, mondjuk úgy.
Ebbe is erősek, ez is majdnem megölt. Együtt, egyszer találtál, akkor fél HP-re leküldött, nem tudom, láttad-e. És most az a terv, hogy ezzel sose, egyszer se halok meg, ez még eddig sikerült. Total death 0. Ez a terv, hogy ez így is marad. Megjött a váltás. Azért maradhatsz még kukat. 8 óra van, mondjuk 9-ig elbeszélgettünk, mit tudom én, szígyük a rendszert valami. Hocsozni tudsz máskor is, meg egész nap hocsoztunk, ne idegesítsék. Na látod. Úgy meg amúgy sincs semmi értelme. Meg kéne tanulnod nem azzal játszani. Azt mondtad, hogy van egy csomó ranged assassin. Válasz egy olyat, ami stunnol, de úgy durván. Vagy amivel így fixen meg tudsz jönni valakit, mint például a homokos kislány. Hát igen, de ha véletlen belelépsz egy csapdába és megállsz, és aközött, hogy visszateleportálsz az időbe és rád esik a homokozó és meghal, elment a hangom, nincs több. Szóval szerintem azért az erősen. Vagy ott van Illidan, az mondjuk nem annyira kaster, de látod, hogy gyakorlatilag, ha szembe jön Illidan, mi meghalunk. De pont ezt mondtam, hogy és akkor lehetek én a kukac. Azt meg én vállalom. Itt igazániból Illidant keresünk, nem mellé kukacot. De ahogy vagy jobb kukac, csak beképzeltem, az más. Jó, van, itt hagy. Aha, az a kukac, igen. Onnan kapta a neveit. Egy Beast Collar Ring. Elvileg a trappekre is hatnak a bonus damage. Hát attól függ. Pofoszkodni elég gyenge. Például Illidan meg tudja ölni Miribe, ha arról van szó. De így supportnak egyébként egynek jó. Hát
Hát szerintem majd alakul. Tehát igazániból pont azért lesz Korzair, mert szeretném a rugót összekötni a defenzággal, ami még nyilván nem történt meg. És azt szeretném kihozni a történetből, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Hogy nagyon is kemény legyen Milibe. Egyébként most első körben a level 12-t várom nagyon, mert ha jól rémlik, akkor level 12-re van félrerakva egy-két item. Ami meg fogja dobni. Most a kérdés az az, hogy megtaláltam-e a hajóroncsot, de szerintem nem. Milyen pizsis skinje? Hát most könyörgöm, hát level 10-esek vagyunk. Na te karaktered poébe, hogy néz ki level 10-esen? Te is ott szerencsétlenkedsz valami nyomorult autóvatakkal, valami fabotta, hogyha nincsen meg szintezős gíred. Hát most hogy nézzen ki? Komolyan. Majd alakul. Hát mert honnan tudjam épp melyik játékomat szídod, ugye?
Hát nekem biztos nincs. Ez egy kukacnak megvan-e? Azt nem tudom. Jó, hát mert neked csak megszületni volt nehéz, ugye? És amúgy meg gondolj bele, hoccozhatnánk együtt. Már akkor is ilyen skill-es volt Reaper Cola, nem is tudtam. Azért a vadmalacokat mennyivel jobban le tudom csapdázni.
Na, megértünk az újabb faluba. Egyszerűen nagyon jó vagyok. Haladunk előre, mint az állat. Hát, már mély nevetnél neki. Tira elér, meg pláne miért nevetnélek, ugye ki? I see you traveled a long road, stranger. Come, have a look. Safe travels. Nem mentem el a partra, így nincsen meg a nyomorult quest, pedig most nagyon jól jönne a bonus XP. Skeleton Raiders az meg volt. The truth is, de az nem. By the looks of you. Semmi baj. Látod? Én is mindig úgy választok, hogy jól kell, hogy kinézzem. Én ezért vagyok Nova Main, ugye? Bár mostanában már nagyon sokat csogálozunk, kezdek aggódni. Jaina nem. Meg sokkal jobb vagyok Novával, mint Jainával, ez van. Na. Csönget a kukac, biztos győztek, azt most csinál ilyen diadal fotókat. Akkor mégse, akkor Ripperka volna csipoga. Jó van. Majd megnézem. Lesz egy mini boss. Fönt a fánál. Úgyhogy kicsit csalunk, ide lepakoljuk mind a három. Á, beúszta. Pont ez lett volna a terv, hogy először lerakom mind a három trappet. De szétcsapták. Ez tisztára olyan, mint az öregember totem build egyelőre. Jó, pajzs, meg fasság.
Megquestitem. Jó, ez fáj. Hogy bazd meg? Nem baj, még nem haltam meg. Berontunk a nyúlba. Itt azt hiszem egy kifejezetten nagyon gonosz, erős kis miniboss van. Ilyen Cerberus. Viszont az is lehet, hogy nem mindig van. Tehát csak opcionális, nem mindig adja be. Servus Roy. Na ilyesmi, csak nem ez, hanem elit. Ott van. Az csont nélküle tud vonsotolni, ezt tudom. Karmol. Menj innen! Előbb-utóbb csak vissza a védel, nem? De. Hú! Jó. Kemény, mint Sirius Awakening nyolca, bazdmeg. Hát 24-es, én 11-es vagyok. Ez tűjű. De nem töltött vissza a HP-ja. Jajajaj. Jó, legalább a kis idézett shadow-kat le. De most le kéne rakni ebből hármat. Gyere te korcs! Hú.
Jó, ezt egyelőre itt hagyjuk. Nem merem, elbasszuk itt a halhatatlan karaktert, majd egy pár szín múlva. Jó, jó lesz az akkor is, nem kell itt túl erőtetni. A fuftender. Easy. Örünk, mindjárt van a 12. Igen, és itt van a kovács, ezt nem szoktam megtalálni. Itt be lehet jönni az erdőbe, és ott fönt kummant a kis rohadék. Konkrétan ő az. Fire, poison, HP, movement, energy, skill, ezt a cseréljük. Egész jó kis poison, tehát az. Akkor már 2 pont dexterit is.
meg, akkor visszamegyünk, és megnézzük, hogy valóban level 12-n van-e potyatut félre rakva az inventory-ba. Úgy van. Oké. Amulett, 21 dexterity. Ez jó. Ott a lándzsa. Tizenhét, ez 220 strange, bazd meg. Hát ki kéne rakni defenzen ezt. És akkor így 10%-kal kevesebb. Mert csak 198 a strange kéne hozzá. Azért az nem mindegy. Azért nem mindegy. Na jó. Te mit csinálsz itt? Tennis? Still alive? Na, és most már korzairek vagyunk. Súlyúgyúgy. Jobb lett, az a lángja az elég jó. Bocsánat. Na mindjárt jobban dől a XP.
Ez a lány elég baszáó lett. Mennyi ezzel a damage? 76. Ilyen már milyen armor. Easy. Akkor még visszamegyünk, mert engem zavar. Hogy az egyik quest kimaradt. Az itt van pedig, jó messze. Nyomunk rajta egy resetet. Hogy legyenek mobok út közben, melyik csapottjára menjünk.
és még minibossz is jó van. Gagyi vagy szar vagy. És ide nem jöttünk le. Szomorú volt, hogy elmentünk mellette. Pedig nagyon jó XP-ket ad a questekért. Hogy már ott odaadta? Igen, az volt az. No, de Delphi-be beszéltünk a Jóssal, most már mindent tudunk. Ha még se, akkor kérdezzetek. Nem erre kellett elhagyni a várost, mi? Pedig de. Hogy nem találtam meg a továbbvezető utat? Pedig ott van, az innen látszik. Hmm.
Ezt lehet, hogy jobban kéne gyakorolni, ahogy nézem, itt is szépen össze lehetne húzni a... a mobokat. Négy szint. Improved fire in the machine. Ja, olyan level 20-ra jó lesz. A level 20-ra jó lesz. Köbben. Szép nagy barlang.
Muszáj lesz rakni a csapdára és pontot, mert... nagyon kicsi a damage-e. Recovery, recovery. Gyerünk, legyen meg a 14, léci, minél hamarabb. Picivel több, mint felszint, ja. Ez szopkodta a manámat. Vannak itt gonosz. Gonosz magunk. Tudom itt mekkorát szoptam Kasterre. Leestek az aurák eretekbe. Basszus, a Parnassus Cave-be kimaradt valami. Három az XP. Gyorsan visszanézünk. Space Shrine, legjobb.
Reménykedtem benne, hogy itt van, de rohadtul nem itt van. Pedig Parnassus Cave az ez. Hoppá. Az azt hiszem, ez a pajzs már megvan. Megvan, arra nem voltunk. Na. Potya 3000 XP. Ah, another traveler with goods to store. 19, 44, 43, 16, 19. A régi jobb. Ohohoho, 46-as álmon, mi a szerez? Nekem ez kéne. Biztos, hogy megéri. Thank you.
Azt nem tudom, hogy következő szinten mit csinálja. Haladjunk fölfelé vadul. Ja, haladunk fölfelé vadul. A másik az lett volna, hogy rakunk csapdára, meg ilyenek, de... Egyelőre van annyi damage, amivel szépen lehet haladni. Ez a baj. 198 kéne. Itt nagyon szépen jött az XP.
kéne szerezni Vitality Rest, vagy ellenállást, vagy valami ilyesmi. Vitality? Igen, Vitality. Mert most már jönnek az ilyen kis vidám lifestyle-es köcsögök. Nagyon kéne az AOE. Közeledünk. Három szint. Mondjuk inkább négy. 18-ra meg lenne. Szűken. Full kurva jó vagyok. I can't believe. Kaster tud. Nagyon fontos.
Hello. Jó, legyen 92, mert az jobb. Shop again. No, a movement speed-em lesz. Meg ilyenek. Szint az éjszaka, úgyis az egyik legtöbb időt a sétálás veszi el, tehát a movement speed az majdnem jobb, mint a damage. Hát nem jobb, de... Ugye megvan a 15, utolsó rublika környéke. Na. Nem szobatiszta még az a szerencsétlen? Nem tudom, mennyi idő megszoktatni. Dolgozni kéne még ezen a projekten akkor. Látod, a kukacék vettek automata cica szarató lófaszt egy vagyonér. Megvan a 15, megvan a 15. Gyorsan rácsekkolunk. Ezeket félre rakjuk a következő felnövekvő generációnak. Player level 18, akkor ezt hiába erőltetjük.
Úgyhogy rakunk egy kicsit ide is, meg oda is. Nagyon jó. Rakunk hármat a csapdára. Ebbe akkor még beledobunk valami entantot. Life Leech. Poison Damage. Végül is miért ne lehet benne Poison Damage? A max szint, hú, nem tudom, 85. Kicsit az még odém van. Az még egy kicsit. A legmagasabb Karim 52-es. Hát olyan van, hogyha meghalsz, akkor levon egy kis XP-t, de ott marad egy ilyen oszlop. És ha azt fölveszed, akkor visszakapod. Elfogy a main story. Hát ugye kurva sok content van egyébként benne. Csak ez még ilyen régi módi, hát maga a játék 15 éves konkrétan. 2005-ös? 6-os? Valahogy úgy. És hát úgy van, mint a Diablo 2-be. Erre ez a Diablo 2 konkurenciájának jött ki. Még annó. És ugye úgy van, hogy normál, meg fasz tudja, meg anyám kínja. Tehát, hogy háromszor kell végigvinni a contentet. Plusz ezen kívül van benne olyan, mint a Rift. Csak az tört be nekem most bugos. Tehát van egy ilyen dungeon, ahol így erősödnek a mobok, ahogy mész. Egy ilyen teljesen külön cucc. Aminek semmi köze igazándiból ehhez. De igazándiból háromszor érdemes végig tolni, mert ugyanúgy, mint a poéban. Bizonyos questek ability pontot adnak, bónusz HP-t adnak, szóval nem sokat. De azért nyilván érdemes egy-két pontért megcsinálni a questeket, ugye? Hát amúgy is sok kicsi sokra menj.
petes build-el, meg mindenféleképpen, mert van egy quest, ami bónusz HP-t ad a peteknek, meg ilyenek. És azt ugye meg kell csinálni normálba, faszt tudja miben, meg anyám kínjába. És akkor az háromszor. De hát ez még az akt egy. Tehát, hogy... Fű. Tehát az a lényeg, hogy ugye ez az akt egy Görögország, és az itt végig van itt fönt aktokkal. Egyiptom, Kína, Atlantis, Hades, Olympus, mit tudom én, mentek mindenhova. Te muszáj lenne. Raktak bele valami vikinges cuccot is. Az volt a Ragnarök. Azaz. Szevasz, köcsön! Meg hát rengeteg build van benne, mint folyéba, hogy... Ha már végigvitted az egyikkel, akkor egész más játék, mondjuk egy totál más build-el, ugye? Most hát nem is totál más, mert hát most nyilván nem totál más, de hogy igazándiból azért kezdi újra az ember, hogy kipróbálja azt a skillt, amaz szettel, meg... Ezt a két masterit összepárosítva, meg azt a két masterit összepárosítva, szóval, ja. Meg ugyanúgy, mint a Diablohoz vannak ilyen total conversion modok, amik... gyakorlatilag átcsinálnak benne mindent. Mondjuk azokat nem próbáltam, hogy őszinte legyen. De vannak. Az a baj, hogy ma már nem fogunk odáig eljutni, mert olyan marha gyorsan nem lehet ebbe szintet lépni.
Szerintem olyan 10 óra körül én rápihenek. Meg jó lett volna a multitrappig eljutni. De hát majd idővel. Annak nagyon örülök, hogy nem haltunk meg, a kihívás az egyelőre rendben van. Egyébként nagyon nehéz dít lesz végigvinni szerintem. Mármint hát nem nagyon nehéz, de azért szóval azért oda kell figyelni, piszkosul. Izzadok, mint a ló, rohadt meleg van, mentsetek meg! Viszont elég jól állunk, mert már van plusz 2 all skill level, ha minden igaz. Igen, plusz 2. És nem all skill level, hanem rugó mastery skill level, ami nem annyira jó, mert ugye ha defense-re is lenne plusz 2, az még jobb lenne. Na nem találsz le a lépcsőn, csillagbogyó. Ja, és egy nagyon fontos feature, ha megnyomod az A betűt, ezt nem értem, hogy miért nem rakták bele az összes játékba. Főszedi a tutor. Jó, egy ilyen pici range-en, nem túl nagy range-en, de felszedünk.
Jézus, folyik rólam a víz. Nem sokára beérünk a témba. Hol lehet ezen a szutyadékon átmenni? Then hot. Sajnos még glitching. Az ma már nem jön össze. 16.
Na, hát is jöttünk, itt vannak a spártai erők, a tény félbejárata, blabla. Yeah! Adhatott volna egy tonna az XP. Once I sell everything I've got, I'm setting sail for some island that's never seen a monster. Milos or Icaria. Az se rossz az a tunik. Egyáltalán nem rossz az a tunik. Itt is kéne, hogy legyen. Föl tudjuk venni a bosszó csesztet. Ta 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 da. A caravan is what you need, eh? Nagyon jó, ehhez kell 18. Ahhoz kell 17. Minden, jönnek a stufok. Jönnek a stufok. Ez mi? Huszonöt plusz egy olyan skill leveles kis amulettecske. Huszonegy ötvenkettő, hát igen. Amelyik szállt, akkor ezt kimarad, de az ott rajtjog meg. Most már lassan rezisztek kellene ének.
Hány emeletes az Jézusom? Az már a mínusz negyedik. Minusz 5. Ha nem számoltam el, akkor... Aha, még írta is, jó. Mysterious warrior. És áthajózunk valahova. Knossos Beach. Hello, Knossos, Mizu. The beasts have claws and teeth, but you have fire. You have Zeus-like bolts to draw. And I have things to sell you. Safe travels. The shop is a shadow that's from the by. Welcome, stranger. Once long. Good day! Come again. Have something to store? All right. Na jó van, viszont 10 óra. Sajnálom, hogy nem jutunk el odáig, ameddig akartam. De azért itt csak volt rossz level 16, egész OP-k vagyunk, nem haltunk meg, gyakorlatilag a akt egy vége felé vagyunk, még gyakorlatilag a Bika labirintus van hátra, meg ilyenek, hát azt majd legközelebb, vagy majd sutyiban megcsinálom.
meg ilyesmi. Nem, már nem megyek ki a városból, késő van. Ja. Jó volt, fasza volt. Két cimpik, paksi, csújtj utána nyilván ezeket maxolni. Ez egy kurva jó ability, és utána rámenni defenzen az egészre. Hosszú. Jaj! Gyere, gyere! Nem rántjuk le az egeret lábbal, nem? Semmi ilyesmi. Nem? Azt sem rúgjuk le. Na! Sikerült. Már nem kell izéim, vezeték nélküli cuccokat. Jaj, na! Legyetek jók, ha tudtok! Sziasztok!